Lélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk össze itt gazdag léten, a Szent Angyalok plébánia templomban, hogy megünnepeljük az évközi idő 20. vasárnapját a televízió kedves nézőivel együtt, akiket a mai alkalommal is nagy szeretettel köszöntünk. Az Úr Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy hitünket sokféle veszély fenyegeti, és egyúttal arra is emlékeztet bennünket, hogy hitvallásunkban, sokszor ellenállásba, ellenszenvbe, vagy kifejezetten üldöztetésbe ütközünk. A mai szentmisében kérjünk tehát erőt ahhoz, hogy hitünket mindig bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így szóltak a királyhoz. Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szánszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását. Cidkia király így válaszolt. Hiszen a kezetekben van, a király semmit sem tehet ellenetek. Erre megfogták Jeremiást, és Malkia királyfi ciszternájába vetették, amely az őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppett a sárba. Akkor Ebed-Melek, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz. Uram, királyom, ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgy sincs kenyér a városban. Erre a király azt a parancsot adta Szerecsen rabszolgájának, a kusita Ebed-Meleknek, védj magad mellé 30 embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a ráváró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok ő rá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és belsőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Bye.
Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. Három, kettő ellen és kettő, három ellen. Szembe kerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és a menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött közénk. Benne teljesedett be Izaiás próféta jövendőlése a Messiásról, az Úr szolgájáról, aki békét hoz. És amikor az Úr Jézus, az Isten fia belép ebbe a világba születésével, akkor béke honol a földön Augustus császár idejében, és amikor a judeai Betlehemben megszületik, angyalok hirdetik, békesség a földön a jó akaratú embereknek. Amikor pedig legyőzi a sátánt, a halált, a bűnt, megváltó kereszt áldozatával, az Isten fia és dicsőségesen föltámad, akkor tanítványaihoz az első szava az, hogy békesség nektek. Meghökkentő tehát, amikor halljuk a mai evangélium kérdését, azt gondoljátok, hogy békét hoztam a földre, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Feszültséget hoz, szakadást hoz az a megváltó tanítása és eljövetele, a vele kapcsolatos állásfoglalás, az ő követése, az ő tanításának, megváltó küldetésének a megvallása. Természetesen azért látunk és érzünk most ellentmondást, mert kétféleképpen értelmezzük a béke fogalmát, vagy a béke alapját még inkább, mert valóban az Isten fia megbékélést hozott és harmóniát, az ő megváltó küldetése kibékítette az embert Istennel, és az az ő szándéka, hogy az emberi közösségben béke legyen. Az a tény pedig, hogy még sincs béke, és ő miatta még a legközelebbi családtagok, akiknek igazán békében kellene élniük, szeretett közösségben egymással, még ők is egymás ellen fordulnak, az nem az Úr Jézustól gerjesztett békétlenség, az nem az ő szándéka szerinti békétlenség és feszültség, hanem ez a gonosztól való. Az a békétlenség, amely a hit megvallása miatt lép fel a világban, a gonosznak a műve. És ebben a tekintetben mindegy az, hogy ki milyen
fogban, szeretet mértékben, vagy milyen családi kötelékben áll a másikkal. A gonosz mindent megtesz azért, hogy Jézus művét romba döntse, vagy megkérdőjelezze, és az ő küldetését próbálja meghiúsítani az emberi szívekben, az emberi világban. Már az előképek is, úgy mint a proféták, például Jeremiás, akiről ma hallottunk az első olvasmányban, olyan küldetést vállal, és a többi proféta is, amelyben az Isten ügyéért, az Isten nevében szólott üldözés éri, és az életére törnek annak, aki Isten akaratát megvallja. Mert akik ezt az üldözést elindítják, ők nem Isten oldalán állnak, hanem az ellenlábasnak, a gonosznak oldalán. Ezt a tényt kisebb-nagyobb mértékben a történelem folyamán sokszor sajátosan értelmezték az emberek, vagy utólag a történészek, vagy történetírók. Így volt ez a török hódoltság idején, egészen a 17. század végéig Budának, illetve Bécsnek a felszabadítása nagy eseményéig, amikor is az éppen tegnap ünnepelt Szentatya, Boldog 11. Ince pápa, a magyarság nagy jótevője mindent megtett azért, hogy megvédelmezze a keresztény hitet, a keresztény Európát, vagy a keresztény Magyarországot. Úgy gondolták, hogy a más vallású törekvések, azok a gonosztól valók. Ma nagyon kockázatos lenne így gondolkodni erről a dologról, nem is tesszük ezt. Mint történelmi szemlélet, mégiscsak azt igazolja, nem kell külső ellenség, nem kellenek más véleményen lévők, nem kellenek kifejezetten ellenséges szándékú emberek ahhoz, hogy Jézus ügyért feszültség támadjon a világban. Éppen erről szól a mai evangélium. Még a legszeretőbb közösségben is megoszlás támad Jézus miatt. A megoszlást csak úgy lehet elhárítani, a megoszlást csak úgy lehet újra békévé változtatni, és egyetértésé, hogyha azok, akik egymást szeretik, vagy akik jó akarattal közelednek egymáshoz, ugyanarra az oldalra állnak. Nem lesz soha béke, ha valaki Isten oldalán áll, még mások a gonosz oldalára állnak és oda csatlakoznak. Éppen ezért, amikor ma hitünk megőrzéséért, és ahogy a Szentmise kezdetén említettem, bátor megvallásáért harcba szállunk, békét szeretnénk. Azt határozzuk el, hogy egyértelműen és határozottan a krisztusi értékek mellett sorakozunk fel. Akkor tudunk békehordozók lenni, ha valóban a béke fejedelme mellé állunk. Akik pedig a gonoszt választják, számoljanak azzal, hogy fellépésük, állásfoglalásuk békétlenséget teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne meg az embernek a vélemény szabadsága, ne lenne szabad dolog megválasztani a hitünket, a vallásos életünket, bárki is megkérdőjelezni az embernek e fajta szabadságát. Itt egyedüli tényként kell és igazságként kimondanunk azt, minden emberi véleménynyilvánítás
vagy mindenféle vallási meggyőződés mellett vagy ellenében, azt kell kimondanunk, hogy az igazi harc Isten és a gonosz között áll fönn. Az igazi küzdelem, a megváltó igazi küzdelme a sátán ellen irányul, és az ő győzelme végérvényesen, érvényben van a gonosz fölött. Isten azonban megengedi a gonosz működését és térhódítását, és szabadon megengedi az ember szabad vélemény nyilvánítását és szabad akarati döntését. De mi Jézus oldalán állva a jó győzelme, Isten akaratának megvalósulása mellett döntünk ebben a hitvallásban, és keresztény értékeink őrzésében és bátor megvallásában szeretnénk kitartani Isten áldásával, amit a mai szentmisében is kérünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, amen. Kedves testvéreim, kérjük a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek tüzének világosságát és melegét. Gyulladt fel, Urunk, az egész világon az Isten és ember szeretett tüzét. Kérjük téged, hallgass meg. Támogasd egyházadat, hogy minél több lélekben megújítsa a hit és a szeretet lángját. Kérjük téged. Szent lelked harmata, oltsa ki a földön az áldás gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit. Kérjük téged, hallgass meg minket. A Szent Lélek tüze égesse ki szívünkből a bűnös érzékiség szennyét. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját. Urunk Jézus Krisztus, te az első pünköstkor tüzes nyelvek alakjában küldted el egyházadnak a Szent Lelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon híveidben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Emeljük föl szívünket. Istenem. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és így elhalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból.
Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köszönöm. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyújt az
Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz, alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a mai napon örömmel osztozunk Esperes kerületünk szomszédos közeli plébániájának, a Magyar Szentek plébániának öröm ünnepében. Most ünnepli a Magyar Szentek templom felszentelésének 20. évfordulóját. A Jóisten áldja meg Écsi Gábor atyát, a plébános atyát és hívő közösségét. Az ünnepi szentmise hamarosan kezdődik a Magyar Szentek templomban. Fodor József helynök úr meghívására az éjszaka folyamán szolgálatot végzek a nagyváradi székesegyházban a templom búcsúja alkalmával, nagy boldogasszony ünnepének éjszakáján. Amikor 10 órától majd szerenádot énekelnek a hívek a szűzanyának, szentségimádás és éjféli szentmise lesz. Kérem imáitokat ehhez a szép szolgálathoz, mely megtiszteltetés számomra. Holnap nagyboldogasszony ünnepe lesz, augusztus 15-e, a szűzanya mennybevételének az ünnepe. Hittel valljuk katolikus hitünkben, hogy testével és lelkével együtt megdicsültem. Az Úr Jézus felvette az édesanyját a mennyei dicsőségbe, a szűzanya mennybe menetelének ünnepe, kötelező ünnep, olyan, mintha vasárnap lenne. Itt a mi templomunkban délután 5 órakor lesz holnap a szentmise. Előtte lesz lehetőség a Szent Jónás elvégzésére, aki esetleg ma nem tudott gyónni jönni, vagy nem került sorra, vagy pedig szeretne erre az ünnepre előkészülni. Este 7 órakor pedig holnap a budavári nagyboldogasszony templom, a Mátyás templom búcsú ünnepe lesz. Sülei László helynök úr vár bennünket a szép ünnepi szentmisére a Mátyás templomba, tehát este 7 órakor ez lesz Esperes kerületünk következő búcsú alkalma. Augusztus 20-ára, szombatra Bíboros atyánk tolmácsolta az ő meghívását, én is továbbadtam, tolmácsoltam ezt a meghívást. Délután 5 órára várja a híveit, illetve minden zarándokot határon innen és túl. Szeretettel hívja, várja a Bíboros úr a Szentjobb körmenetre és az ünnepi szentmisére, amely 5-kor kezdődik. 3 órától már értékes programok várják a bazilika előtti téren az odaérkező zarándokokat. Én magam is várom testvéreimet, várlak benneteket. 10 órakor mondunk itt szentmisét a mi templomunkban. Utána egy rövid tájékoztatást szeretnék mondani, különösen a zarándokok számára, templomunkról, mozaikunkról, a Szent Pió kápolnáról. Szerény vendéglátásra készülünk, majd pedig együtt megyünk az érdeklődőkkel a Szent Jobb szentmiséjére és körmenetre. Nagy szeretettel hívom és várom az ország minden részéről a kedves média apostolainkat, támogatóinkat, de kérem mind a média apostoloktól, mind pedig az itteni híveinktől, hogy a Porta szolgálatnál szíveskedjünk mielőbb jelentkezni, hiszen néhány ülőhelyet is foglaltam, és azt pontosítani kell, hogy hány fős csoporttal veszünk részt az ünnepi szentmisén, első szent királyunk ünnepén, augusztus 20-án a bazilikánál. Még van néhány hely a krakói zarándoklatra. Ennek
részleteiről a honlapunkon érdeklődhetünk, a szentangyalok.hu honlapon, illetve a 707-1111-es telefonszámon. Egy felhívást is szeretnék most röviden megfogalmazni. A plébániánkon szerveződő és működő Apostol Televízió vár önkénteseket munkája megsegítésére, különösen olyan testvéreket, akik a számítógép használatának birtokában és ismeretében vannak, tehát akik tudnak számítógépes munkákat, feladatokat ellátni, ugyancsak a megadott telefonszámon, a portaszolgálatnál várjuk a jelentkezéseket. Most a Jóisten áldását kérjük, mind a jelenlévők, mind pedig a televízió kedves nézői részére. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal. Szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Szent Pió atya, magyarok szent őrangyala, mindnyájan szent angyalok, Istennek minden szentjei,